Sziasztok, Anzsi vagyok. Itt van az ősz, úgyhogy itt van a sütőtök és az alma szezonja. Erről én sem akartam lemaradni, ezért most hoztam nektek egy sütés nélküli almás receptet. Mindösszesen 5 hozzávaló kell hozzá, és mint mondtam, sütés nélkül, úgyhogy sütőbe se kell tenni. Remélem tetszeni fog nektek ez a videóm, tartsatok velem, már is mutatom azt az 5 hozzávalót, amire szükségünk van. Ahogy mondtam, a süti receptjéhez tényleg csak 5 hozzávalóra van szükség. Fél kiló kekszre, 900 g almára, 3 csomag főzni való pudingporra, 15 deka cukorra és 7 deciliter vízre. Ezen kívül, hogyha szeretnénk, akkor leönthetjük csoki mázzal a tetejét, ami plusz 10 deka csoki, és ahogy a csokoládi olvasztás videómban is láthattuk, 10 deka csokihoz egy evőkanál olaj szükséges. Tehát azzal kezdjük, hogy a lereszelt almát lábasba tesszük, és ezután felöntjük körülbelül 4 deciliter vízzel, és ezt elkezdjük főzni a cukorral addig, amíg a cukor el nem olvad, és az alma meg nem puhul benne egy kicsit. Amíg várjuk, hogy ez megtörténjen, addig a pudingport elkeverjük a maradék vízzel. Amíg várunk az almára, addig elkezdjük a magas falu edényünkbe kipakolni a kekszet. Hogyha lehet, akkor ne ilyen kerek formát választatok, én most nem találtam másikat, úgyhogy ezzel fogom megoldani. Ezt én most két sorba fogom pakolni, és így le fogják remélhetőleg fedni egymást. Amíg az alma puhul, elkezdhetjük felolvasztani a csokoládét, hogyha szeretnénk a tetejére tenni. A csokoládi olvasztás receptjét meghagyom nektek a leírásban, vagy megtalálhatjátok ide a jobb felső sarokba kattintva. Körülbelül ennek egyébként egy 10 perc elég, nem kell túlfőzni az almát. És amikor már megpuhult az alma, ami azt jelenti, hogy könnyen elvágható lesz, akkor belöntjük a pudingport. Gáz kicsit lentebb vesszük, a pudingport felkavarjuk, hogy ne maradjon az alján semmi, és mehet bele. Ezt addig kavargatjuk, amíg a puding be nem sűrűsödik benne. Nem kell hozzá túl sok idő, már el is kezdett sűrűsödni. El is zárhatjuk alatta a gázt. Így, hogy már besűrűsödött teljesen, annyi dolgunk van, hogy kóstoljuk meg, hogy elég édes-e nekünk. És ha igen, akkor mehet rá a kekszre. Ezt én most rétegezni fogom, ami azt jelenti, hogy egy sor keksz, egy sor almás puding, még egy sor keksz, még egy almás puding, és a teteje keksz lesz ismét. Szóval körülbelül a felét ráöntöm, és eloszlatom. Erre teszek még egy sor kekszet, vagyis két sor kekszet fogok rátenni. Ugyanúgy, mint az aljába, hogy fedjék egymást. És ráöntöm a másik felét is. És most befedem még egy sor kekszel. És erre jöhet rá a csokoládé, hogyha szeretnénk rátenni, nem muszáj, én most fogok rátenni. És most már csak annyi dolgunk van, hogy egy éjszakára betesszük a hűtőbe, hogy a keksz jól megpuhuljon. Kivettem a hűtőből, úgyhogy most megnézzük, hogy milyen lett. Hát egy kicsit odaragadt a csoki, de annyi baj legyen. Akkor most vágjuk fel.
Az első szelet az mindig borzalmasan jön ki a tepsiből, de most hátha kivételt tesz velem. Kivettem az első két szeletet, ami egyébként soha nem sikerül szépen, de ettől függetlenül a rétegek szépen látszanak. Már is mutatom nektek. Szóval nagyon szépen látszódnak a rétegek. Keksz, alma, keksz, alma, keksz. Most már csak annyi dolgunk van, hogy megkóstoljuk, milyen lett. A keksz jó puha. Ez nagyon finom lett. Nekem nagyon ízlik. Az alma íze jól kivehető. Egy kicsit savanykás, ugyanakkor édes is. Úgyhogy szerintem ez nagyon finom. Kóstoljátok meg ti is, készítsétek el, és ha megtettétek, jelezzétek nekem Instagramon, főzés egyszerűen hashtaggel. Ha tetszett a videó, nyomjatok nekem egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra is. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!